A város fölé magasodó rakamazi vízműtelep glóbusza és a hozzátartozó 4 darab 130-140 méter mélységű kút, valamint ezek a tároló és szűrő tartályok képezik a település vízellátásának bázisát. Elsőként ezen a nyírségvízhez tartozó területen kezdődnek meg hamarosan az ivóvíz minőségjavító munkálatok, amelynek keretében felújítják a víztornyot, költséghatékonyabbá teszik a víztisztító berendezéseket, sőt egy régi kút megszüntetése után újat is fúrnak. A polgármester azt mondta, fontos szempont, hogy az új kút az aszályos időszakban is elegendő vizet tudjon biztosítani. Egy átlagos aszállyal nem érintett hónapon 1200 köbméter per nap a lakosságnak az ivóvíz szükséglete, egy aszályos hónapban pedig 1400 köbméter is lehet, és itt nekünk az a dolgunk, hogy teljes biztonsággal a lakossági ivóvíz szükségletet kielégítsük, és olyan szűrési technológiákat alkalmazzunk, amelyek biztosítják az ivóvízben található és jelenleg kifogásolt vas, mangán, ammónium határértéknek a jogszabályi keretek között történő tartását. A polgármester hozzátette, nem kell tartani attól, hogy az ivóvíz jelenleg ártalmas lenne az egészségre. Sőt, mint mondta, más régiókban a talajvíz nagyobb koncentrációban tartalmaz arzént, de ez Rakamaz térségére szerencsére nem jellemző. Itt más összetevőkre kell fokozottan ügyelni. Hogy az emberi fogyasztásra az ivóvíz egészséges legyen, olyan kezelésen kell szűrésen, tisztításon átmenni, ami jelen esetben jelentős költség ráfordítást kíván meg. A fejlesztés következtében olyan technológiai előírások, berendezések fognak megvalósulni, beépülni, amely a tisztítás, illetőleg a szűrés eredményeképpen kevesebb forrásba fog kerülni. Tehát a lakosság részére most is egészséges az ivóvíz, csak nem mindegy, hogy milyen költséggel, illetőleg mennyi idő alatt állítjuk elő. Rakamaz mellett Tiszanagyfalu ivóvíz minőségének javítása is részét képezi az Európai Uniós és hazai forrásból induló projektnek. A projekt nyitórendezvényén Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, amint egy 629,4 millió forint értékű beruházást hosszú előkészítő munka előzte meg. Hozzátette, a környező települések ivóvíz minősége is folyamatosan javul. Minden paraméternek megfelelő egészséges ivóvízhez juthat Rakamaz és Tiszanagyfalu lakossága. Ez több mint 6000 ember, de hogyha mondhatom, közel 3000 embert érint a tiszadadai ivóvízminőségjavító program. Ott már elindult, aminek nagyon örülök, és a napokban kaptam a hírt, hogy Ibrány üdülőterületén is el fog indulni, mert ott felfüggesztették ezt a beruházást, de a miniszterelnök úr, pontosabban egy kormányhatározat megjelent, a miniszterelnök úr aláírta, hogy mehet ez a program, mert elsődleges számunkra, hogy az egészséges vízbázist megőrizzük. A beruházás kivitelezésével megbízott KFT-nek 2024. június 24-éig kell befejezni a munkálatokat. Az érintett települések polgármesterei szerint a lakosságnak nem kell számolni a forgalomkorlátozásokkal, és bíznak benne, hogy az ivóvíz jól megszokott, szeretett íze a jövőben sem fog változni.